megszavazta az országgyűlés a közigazgatási bíróságok létrehozásáról szóló törvényt. Kérem, szavazzanak! 2020-tól a hatóságok és az önkormányzatok döntései ellen nem a rendes bíróságokon, hanem az igazságügyminiszter alá rendelt közigazgatási bíróságokon lehet pert indítani. Az ellenzék szerint a törvény célja az, hogy a kormány számára jelentős ügyeket az általuk kontroll alatt tartott bírók tárgyalják. Az igazságügyminiszter Trócsányi László szerint a kritikák alaptalanok. A nyugat-európai mintákra épülő törvény kellő garanciákat tartalmaz, és a miniszternek sem lesz döntő befolyása a bírák kinevezésére. Szakértők szerint önmagában a törvény egyik rendelkezése sem példanélküli, de összességében mégis az ítéletek befolyásolását eredményezheti a törvény. Ráadásul egyidejűleg kétféle bírósági igazgatási modell létezik majd Magyarországon, amire másút nincsen példa. Ez később hivatkozási alap lehet a rendes bíróságok igazságügyminiszteri irányítás alávonására.